A vádirat lényege szerint a rendőrök 2022. szeptember 26-án 13 óra körül ittas állapotban történt járművezetés miatti lakossági bejelentés alapján megjelentek egy Hajdú-Bihar vármegyei bank épületénél intézkedés céljából. A bejelentő meghallgatását követően a járőrök rejtve figyelték a bejelentésben megjelölt személygépkocsit, amely a pénzintézet előtti szervízúton parkolt, majd látták, hogy egy férfi beszáll a járműbe és elindul. A sofőr észrevette a szolgálati gépkocsit, ezért a rendőrök elől kitért és haladt tovább. A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés használatával próbálták megállítani a férfit, aki megközelítőleg 1 kilométeren át menekült. A vádlott a lakóhelye előtt megállt, befutott az ingatlanba és bezárkózott a nappaliba. A rendőrök testi erővel próbálták benyomni az ajtót, amelyet a férfi az édesanyja hatására engedett csak el, majd hirtelen a konyhában lévő hűtőgéphez futott, amelyből kivette egy dobozos sört azért, hogy azt megigya. A rendőrök többször is felszólították a vádlottat, hogy vesse alá magát az intézkedésnek, végül testi kényszert kellett alkalmazni a férfival szemben. A vádlott folyamatosan ellenállt, karjait ökölbe szorította és azokat a mellkasa alá húzta, majd megharapta az egyik rendőr ujját, azon nyíltsebben járó, 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést okozott. Az ügyészség a vádlottal szemben 4 év börtönbüntetést indítványozott, amennyiben az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.